Na, guruljunk! Gréti, mit csinál? Gyere csak ide! Jó reggelt! Jó kis éjszaka volt, sikerült aludni. Nem mentem ki napfelkeltézni a várhoz, de ez a szállás, ez zseniális. Nem tetszik. Nézzük meg még egyszer. Tehát ez itt a nappali, hogy ott a bejárat. Egy jacuzzi, hát ezt nem próbáltam ki. Fürdő, ott van ment a WC zuhany, és hát ez... El lehet férni. Itt egyébként egy viszonylag forgalmas út van, ami itt megy. Hát ez itt. Úgyhogy itt hallatszik a autóknak a zaja, a közlekedők zaja. Nézzük az időjárást. Hol kell ezt kinyitni? Nézzük az időjárást. Hát gyakorlatilag jó. Süt a nap, úgy tűnik, hogy jó lesz ez a mai nap. Mi arra számolunk, hogy ahol tegnap átjöttünk a hegyen, arra megyünk most vissza, csak egy utcával, egy úttal arrébb, egy úttal. Úgyhogy ez a nagy terv, megyünk visszafele Beszterce bánya irányába, tehát megnézzük a szlovák 14-es utat, azt hiszem ez az, amit nagyon dicsérnek, és akkor utána meg oda a Tátra, a magas Tátra déli részére, a szlovák részére, Poprád fele, és utána vissza egy ilyen hurkot, vagy egy kanyart fogunk csinálni, aztán visszamegyünk Beszterce bánya Zólyom környékére. Ez a terv a mai napra, most pedig nézzük meg a reggelit. Tomi, milyen szopó állaszban, hogy fogsz reggelizni? Van rajta tépőzsáros, Jó, jó a reggeli. Ja, itt fognak sütni, főzni reggel. Hello. Can I have an omelette? Onion? Do you have onion? Okay. Yeah, thank you. Only onion. Pardon? Maybe some cheese. Only onion. Thank you. Na, szóval lehet rendelni meleg reggelit. Ott sül a meleg reggeli. Tomi már szedi össze. Új, de kis. Nem bírom megállni egy meleg reggelit. Hú, azt nézd, milyen gyümölcstál. Gyümölcstál. Endre, mit teszünk? Nem endegzett. Helyes. Jó. Helyes. Szépen néz ki. Rendsémből megindulunk, de Zsozsóék, Csehország fele. Természetesen itt már megint úgy megyünk ki, ahogy kell, ahogy bejöttünk.
Kicsit széthúzta a szemedet, széthúzta a szemedet. Csinálja! Add nézd! Egy jó ebéd a 14-es úton. Milyen volt a 14-es út? Na, meséljetek. Köszönöm szépen, nekem a GSX-el ez a változatos útminőség nem annyira jött be. Hát én megmondom őszintén, hogy szerintem borzalmas az útminősége. Tehát itt a 14-es utat ajnározza mindenki Szlovákiában, hogy fú de jó, oda-vissza, hú de nagyon jó, és pocsék az útminősége. 15-től ezelőtt, ahonnan érkeztünk. Hát ez az Illava. Az. Olyan fantasztikus utak voltak ott az erdő mentén, meg ott az erdőre fel, meg stb. A hegyre fel, hogy tényleg egy csomó jó út van ezen kívül. Abszolút. Azt lehetett élvezni. Ezt a szerpentint, ez kopogott az eleje, minden baj volt. Így van. Na, akkor együnk. Jó étvágyat. Kofola természetesen, mert miért ne? És hol vagyunk? Az nem tudom mi a neve, nem tudom ki sem mondani. Cserna. Itt van, nézd meg a szalvetem. Ofce. Ja, az mi. A 14-es úton már közel Besztelce bányához. Na, jó néz ki. Egyébként nem olyan nagy az adag. Tehát lehet, hogy ezután még valami deszert bírjál. Egy pihenő, ebéd, aztán tovább.
halljuk a fagylaltot. Too big mix. Majd az oxfordi angol biztos előveszem itt. Na, csorbató. Legalábbis annak kéne lennie. Ugye? Aha. Te nevezted el annak. Honató. Fordulj meg. Ott van. Ott a tó. Ott a sánc. Na, akkor. Itt a tó. Endre, légy szíves, álljál oda a partjára. Kérünk tőled valamit. Igen, beleugornék. Ugye? Szívem szerint. Így érzed. Amúgy is. Csúlom víz vagyok. Nem rossz. Na, valami további. Akkor már megyünk. Ótátra füred, Poprád, azt megint állt a hegyeken, itt mindenféle ilyen. Ez meg az Breznó bánya, az olyan. Csak, ja igen, majd foglalni kéne szállni. Azt is. Ez mennyire lesz kényelmes? Jó lesz ez. Jó lesz nekünk?
lepakolunk ide. Ez szerintem nagyon vagány, nekem tetszik. Ha nem jönnek ki, akkor majd bemegyünk természetesen. Innen fogják ki a halat, azt akkor lehet enni, látod? Ennyi. Ott egy kutya. Bazzeg rá fog csöpögni a nyálat. Ez itt fog nyáladzóni. Endre, a tarkodra csöpög. Nézd a kutyát, ott vagy a kutya fönn. De ez le tud onnan jönni? Bazzeg le. Na, mégiscsak be kellett jönni a étterembe, mert kívül nem lehetett enni, csak belül. Ja. Ugye? Ja. Na akkor legalább valami local food legyen. A haluski, kóbásszal, meg töpörtővel, káposztás. Hát édes szájú a fecó, nagyon édes szájú, tehát ott sima diós. Remélem legalábbis az van benne. Remélem. Az is jó. Ó, jól néz ki, remélem az íze is jó lesz. Mi jó étvágyat? Megjöttünk, hotel. Egyszerű, de nagyszerű. Klafa. A szállás. Hú, mondjuk hideg az nincs. De akkor lehet, hogy az őbe kell dörrenteni légkondit. Mindegy, szóval szép, egyszerű, tiszta. Hol a kulcsom, az is megvan, jó van. Jézusom. Fürdő, hát funkciónak megfelel. Mehetünk? Készen vagyunk. Nagyon jó. Egyébként a harmadik emeleten vagyunk, a harmadik emeletre ott áll meg a lift. Tehát valószínű elfogyott a kábel, vagy nem tudom mi történt, de egy fél emeletet még jönni kell. Hát vagy lejöttünk volna egy fél emeletet, de... Ugye, így. Ez van. Csak tényleg nem értem egyébként, hogy akkor miért? Tehát, hogyha ha útot, akkor miért? Utólag építették meg a liftet. De látod, így van, utólag építették meg a liftet, mert itt is így van az emelet, hogy itt a fél emeleten van. Aha. De akkor legalább csinálták volna úgy, hogy lefele kelljen sétálni, ne fölfele. Így. Ugye? Ez minden szinten megoldott, csak a harmadik nem. Szerintem is. Hát nem igaz. Mondjuk igaz, ha fölmész a másodikra, az elsőre lefele kell jönni. Ez olyan, mint az Indiának a... Csak mi akartam tudni, hogy ez a utca, Fecó Endre, garázs, valamint, hogy bejáró, kapu bejáró és motorok ott. Közel vagyunk a belvároshoz. 4 perc. 4-5 perc séta a belváros abba az irányba. Tehát abba az irányba. A napfényes zólyom, napfényes főterén sétálunk és keresünk egy szökőkutat. Egy szökőkutat, de szökőkutat meg balra lesz valami. Nem, most már jobbra van. Már jobbra, jó. Arra kell menni, és ott lesz egy bár. Ami ez messzebb van? Szökőkutat nem láttunk. Jó, akkor már állítólag volt szökőkút. Látássérült is lettem. Nem. Na szóval, nem tudom, hogy Zolyomról mit kell tudni?
Hát, hogy van Zólyon vára, benne? Például. Hol a vár? Most az Olomdűrűség mellett járuljuk el a nézőidnek. Elhagytuk, amikor jöttünk be a városba. Aja, igen, ott volt a fölüljáró. Igen, elmentünk mellette. Jól esik? Nagyon. Andrének is jól esik. Nem tudom, mi a neve. Helyi? Helyi. De nagyon jó. Nagyon jó. Barbár az a neve a helynek. Egy kapuhajba, ott kell bejönni a főtérről. Nagyon jó a hely. Csak egy kicsit tele van. Hogy? Mi van ájra a korsóra? Szvi? És ez, az van benne? És milyen jó kis logójuk van, nézve, mint a screwdrivernek. Oké. Nyom-nyom. Egészségünkre.